Precíz vágásokkal fejtették le a húst a csontokról a teveli székelyek disznóvágásán. A településen évek óta hagyomány, hogy a közösség tagjai évelején, amikor még elég hideg van, közös tort rendeznek. Ilyenkor főként a székelyek hagyományos ételeit készítik el, így az asztalokra került galuska, vagyis töltött káposzta, orjaleves, valamint csomboros és majorannás, illetve fehérmájas hurka is. Van egyedi, amit csak a székelyek csinálnak, az úgynevezett hájszélyes hurka, akárnak mondjuk mi, ez igazából nem hurka, mert nem abálódik, hanem a hájon lévő kis húscsik, illetve a dagadóból kipótolva, só és borssal fűszerezve, kézzel töltik a végbébe, és ezeket általában ételbetétekbe használják, amiket pótlónak, tehát tápanyag pótlónak, ezt csak a székelyek csinálják, ezt a hájszélyes hurkát. Egy kicsit összeragadt. Amíg a férfiak a hús feldolgozásával voltak elfoglalva, addig az asszonyok a konyhában dolgoztak. Van egy kis hájunk, azt is kidolgozzuk citromnak a levével, meg egy kis liszttel összedolgozva, és most mind a kettőt kisodortuk, összehajtottuk, és most van a pihenés. Hagyományos német tánc és harmonika zene kísérte a sváb disznóvágást a Bács-Kiskun megyei hajóson. A településen hétvégén közös tort rendeztek a nemzetiség tagjai a helyi polgárőrökkel. Az itteni hajósi hagyományoknak megfelelően dolgozzuk fel az állatot, utána sütünk egy kis kolbászt, kis pecsenyét reggelire, megpróbáljuk úgy feldolgozni, hogy mindenkinek jó legyen, illetve szeretettel várunk mindenki érdeklődőt, és bárki bármit ehet, ihat, és jól érezzük magunkat, ennyi a lényege igazából ennek a dolognak. A hagyományos sváb hurkába nem került rizs, ezt a szokás viszont itt már nem tartják. A fűszerezés tekintve viszont igyekeznek minél autentikusabb ételeket készíteni minden évben disznóvágáskor.